Na, visszatértünk. Itt vagyunk egy csinos bárban. És... megpróbáljuk a dolgokat elintézni, ahogy illik, barátságosan. Megint csak néha keresem az utam. Most egy kicsit olyan pillanatnál vagyok a játéknak már megint, hogy miért? Miért kell így agyon húzni? Miért nem? Jó, mondjuk az Alien után, kiiktatása után kell még egy fejezet, hogy lezárjuk a sztorit valahogy, tudjátok. De... wait, it's Ripley. What's going on with the androids? I don't know. Good morning. What about the change in alert status? Damn it, I don't know. I'm trying to contact Samuels. Maybe he knows what the hell Apollo is playing at. Aki... nek nem esett volna le, mi az Isten, ez az Apollo eddig a játék végéig, vége felé lassan már talán, remélhetőleg. Akkor annak elmondom, hogy ez a bázisnak a mesterséges intelligenciája. Oké. Okay. És... még mindig lezárva tartja a bázist. Pedig valószínűleg nem kéne neki, úgyhogy ezt a sztorit is le kell zárni. Mire kell ez a zene, de tényleg? A beszaratos faktort még mindig meg akarják tartani. Aha! Ez érdekes volt eddig. Ezzel aggódtam az előbb, nem nagyon akarom elfogyasztani a lőszeremet. Most minden hullát kifosztunk.
responding to trespass violations. It's like they're hunting. For who? For everyone and anyone. What do you mean? Stand by. Remek, most már az androidok vadásznak ránk. Hogy miért, azt meg nem tudjuk. Végre csönd van. Halál fölösleges zene. Wait, I've got some security shutters in my way. Can you open them? Wait. You bastards, you murdering bastards! Leave them alone! Stand down! You shouldn't be here. You're becoming hysterical. You bastards! Wait. Wait. Oké. Na most megölték azt, aki eddig meg akart engem ölni. Most már... Mármint a tagot, aki kizárt az űrbe az alien-nel. Azt is megölték. Nagyszerű. Vannak itt emberek. Igen, tudom, most nem beszélek annyit, mennyit kéne, igazából nincs is mit mondani. Most várom, hogy mi a sztori fejlemény következő lépése, tehát addig eljutottunk, hogy kinyírták a tagot, aki engem ki akart nyírni. Androidok hisztérikusak lettek. Most már olyan, mintha vadásznának, tehát mindenkit megölnek, akit megtalálnak. És hát ennek a hátterében biztos, hogy van valami, lehet, hogy a maga mesterséges intelligencia meghűlt, szóval... Bármi lehet, de hát maguktól nem hűl, tehát valamiért meghűlt az a mesterséges intelligencia, és valaki valami csinált vele valamit, szóval az valószínűleg most annak a része jön, hogy azt kiderítsük. Mondjuk arra kíváncsi vagyok, hogy most őrültek meg a robotok már. Solomon's Galleria, our shopping hall, caters to all the needs of visitors to the station, as well as Sevastopol's long-term population. Nearby, our law enforcement officers can be found in the Marshall Bureau, ensuring round-the-clock safety. Finally, the Josiah Sink Suites. Fuck yeah. Komolyan, hogy égnek, nagyon jól néz ki. Szóval kíváncsiak, mert ugye még ott az elején bementünk oda a Sixth Communication, az csak androidok voltak, és egy időt után mindegyik le akart vadászni.
Az nem volt túl egészséges, azt hiszem. De nézd meg, bazd meg, ez még mászkál. Mit csinálsz, fiam? Azért ez... Tartsuk már magunkat valamihez. Tessék elégni, ha felgyújtalak, bazd meg. Úgy érzem, ez ránk fért azért, mert észre se vettem, és nagyon kevés volt az élet. És valószínűleg kaptam volna egy ütést, bármi, aztán meg is döbbünk. Ilyenek vannak Japánban, azt tudjátok? Ez itt szálloda szinten folyik. Az ember túl távol lakik az otthonától, kibérel egy ilyen kuckót, aztán lefekszik, s ott alszik, azt másnap egy dolgára. Hopp. Android bácsika. Azért a félelem faktor a negyedére se hág az Alienéhez képest amúgy. Igazából már csak azért lopozom, hogy ne pazaroljak fölösleges először, mert ki tudja, mikor kell olyan helyzetbe, és... Szeretnék egy kicsit gyorsabban haladni a játékot, de úgy érzem, hogy már nagyon közel vagyunk a végéhez. Úgyis tudom igazából. Tomorrow together, jó promó szöveg, hogy őszinte legyek. Biztos, hogy együtt. Együtt tölnek minket az androidok csoportosan. Aztán még nem fedeztük fel a játékban, ahogyan menjünk át a falakon című történetrészt. Ah, ez meg azért... Itt ilyen androidokból elgámba, azért nem is láttam, hogy ott van, mert annyira koncentráltam az útra, hogy láttam, de nem fogtam fel. És így... Oh. Kurva androidok.
Ne arra, hogy ezek ilyen csömövekben. Igazából nem nagyon van mit mesélni a történetről. Megpróbáljuk kideríteni, na most talán lesz valami fejlődni. Most visszaértünk oda ahhoz a irodához. The android slaughtered them. Why? Why the fuck would... I don't know. But I think Samuels does. Samuels? Why? Itt van a kis sheriff, aki meg akar tölni minket. I need to find him. Have you seen Taylor and Marlo? No. No. They're not here. I think they may have got clear. Ricardo. Ricardo! If I go after Samuels, can you run this place? I need eyes and ears. I'm not fucking staying here. Ricardo, I need you to do this. Can you man the station and keep me covered? Ricardo! Yeah, sure. Of course. Sit tight. Lock the fucking doors and don't let anyone in. Look after me. I'll come back for you. Na, Samuels, a jófej csávó, akit látod, akivel hát az elején szkafanderbe átokatunk jönni az űrhajóba, aki vigyázott a megsérült társamra, a Samuels, ő nem ember, ő egy szintetikus, és ugye őt elküldték, hogy csekkolja le, hogy mi az Isten csinál most ez az Apollo, miért nem oldja fel a karantént, stb. Úgyhogy most meg megyünk utána, gyakorlatilag. Hoppá, észrevettek. Így, na. Na, dögöljél meg ott, ahol vagy. Ez legalább nem olyan, mint a régi játékokban, tudjátok, amikor... Nem, nincs itt senki, kis kicsög. Na most... Jó van, fasz vegy. Na azért... Két shotgun golyó, hülye vagy? Szóval nem olyan, mint a régi játékok, hogy lebuksz vagy valami, és akkor képesek voltak néha pályákon keresztül is üldözni az ellenfelek. És azt hittem, hogy megszabadultál tőlük, nem közben ott voltak mögött ez, és addigra már egy ilyen seregnyi ellenfél lett ott. Ezek legalább így békén hagynak. Remélem, hogy gyorsan megtaláljuk az űrgét, most szerintem elég lineárisan haladok, nem nagyon tévedek el, és... Könnyen most az út, nem is parra a játék, úgyhogy most már igazából tényleg én is kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a sztori vége igazából. Hogy ezt behívom és hát kinyírom ezt. Nem értem, hogy álltok bújni, de nem. Ezt. Shotgun in the face, bitch. Ezt csinálom itt. Aztán... Bocsánat. Rohadtul kifogyok a golyókból. Úgyhogy... Szeretnék egy ilyen piket összerakni. Let's go!
observing the San Cristobal medical facility and seek some synthetics. I can see activity on terminals on the top levels of seek some synthetics. Grip, I'm not sure I can do this. Ricardo, I need you to focus. You're in charge now. Focus, Ricardo. If Samuels can talk to Apollo, he can get the androids to stand down. Then this'll all be over. Bizony, nem kéne megőrülni, amikor én itt kint vagyok a rettenetesen veszélyes androidok között. Most csak ne kéne ilyen hosszú utakat menni, akkor minden rendben volna. Mentünk, ahol tudunk, szokásos. Sose tudni, mi vár ránk azért. Van egy olyan rossz érzésem, hogy lehet, hogy még belefutunk egyszer az alienbe valami oknál fogva, szóval. Jó, hát eddig tök jól lehet haladni, szóval így szeretjük egy játékot, igaz? Izgalommentesen végig a folyosókon be a liftbe, és a végén megcsináljuk, ami kell, és ennyi. So how do I get up? You have to climb. There's a service vent through to the elevator shaft around there somewhere. Aha, jó. Magyarázat következik, srácok. Találnom kell egy másik liftet, egyszer, hogy eljussok a helyszínre. Kettő, úgy néz ki, hogy a vélegy utáni, itt olyan, benne van a sztoriba, persze miért is hagynák ki őket a sztoriból, ugye, a nagy gonosz vállalat. Szóval az ő kezük lesz valószínűleg mögött, a Apollo dolog mögött. És ha láttátok ott az újságos csávót, ez egy nagyon jelképes dolog egyébként, mert aki látta a filmet, az első részt, az tudhatja, hogy abban szereplő android így próbálta megölni Ripley-t, hogy egy újságot tömött le a torkán, gyakorlatilag akart tenni egy újságot a torkán, és pont így akarta megölni, de végül nem sikerült, mert akkor megmentették a haverok Ripley-t. És szerintem van egy érzésem, hogy ezért került bele a dolog. 83-82, igen. Jó van. Na, itt tartunk eddig. Meg kell találnom a másik liftet, amivel eljutok. Bizonyos helyre, tehát még mindig Samuels keressük, és megpróbáljuk kideríteni, hogy mi történik jelen a pillanatban. Jó. Most ilyen, egyébként nem tudom, jól esik ilyen kis nyugis játékot tolni, csak ne kéne ilyen hosszú utakat megtenni utak között. Itt lesz biztos már zuhanás, meg is. Mondtam, tehát most már így a játék klisék azok simán így voltak, szóval. De hál' Istennek ez nem itt a Tomb Raider, hogy így nyomkodni kell a E-betűt, hogyha fel akarsz mászni még ilyen fasságok. Úgyhogy egyelőre jók vagyunk.
előbb-utóbb csak odaérünk. Kezdek megint éhes lenni. Na, az... Jó, bevállaljuk. Nem? Az... A kurva anyád! Hallod, bazd meg! Oh. Ez megvárja, míg elfordulok, és akkor kap el, de most tényleg? Úristen, de hát most nagyon beszartam. Ricardo? Kedves androidok, bazd meg. Kurva alien játék. Aha, igen. Jó van. Ilyen android szobrok, vagy mi? Tehát így... Jó van, eddig elég érdekes ez a helyszín. Zsír. Jó. Akkor jó, jó, jól haladunk. Nincsen para. Kicsit gázos, hogy itt ezek itt így fekszenek, és kint csak egyszer melyik fog felállni, és megint úgy elkapni. Valószínűleg nem fogok már úgy beszarni. Keresem az utam, mi a keresem? Keresem a fingom sincs. Jó van, arra kell menni. Megint az a srácok, ha nagyon nem találom meg, hogy mi a franc van, akkor kikapcs, bekapcs, szóval nem tökölünk. Megpróbálom megkeresni, hogy... Ott kell csinálni, hát hogy itt ír valamit, de nem inném. Jó van, na akkor az lesz a történet, hogy szerintem én ezt most itt így hagyom. Jöhet egy kis szünet, és akkor megkeresem, hogy mit kell csinálni ebben az adott pillanatban, mert hogy valahogy ki kell nyissam ezt a kurva ajtót. Hát jó, akkor keresgélek, jó? Keresgélek. Megtaláltam, kicsit para volt. Volt itt egy terem a folyosón, és ott be kellett kapcsolni egy ugyanilyen pöcköt. És valószínűleg az lesz a megoldás, és... Nem, meg mindig nem. Ja, jó, oké. Akkor ezt megint, aztán... Be kell kapcsolni. Volt ott egy android, volt egy ilyen hullahalom android, és akkor azok közül kikelt egy másik android, és tisztára beszartam, annyira, hogy a két shotgun golyó maradékomat simán mellé lőttem közben, de hát sajnálom nem láthatod, hogy ez nem eszembe sütött volna, hogy ez az lesz a megoldás igazából, de nagyon beszartam, úgyhogy
Open the Tower Transit immediately. Apollo Transit reserved for Sikhs and executives and synthetics only. Right. Then I'll have to find a way to talk to Apollo directly. Biocontainment hazard level Omega. All permissions rescinded. I don't have time for this. Nice. Na remélem Samuels nem őrült meg, hanem csak tényleg a nyom után megy. Ja igen, tehát az előző Android egy kicsit annyira megjegyeztet, hogy meg is sikerült ütnie, vágnia, úgyhogy... Na mindegy, kinyírtam, belelőttem két shotgun golyót, felgyújtottam, mindent csináltam vele, az meg, de nem. Szégre utána megdöglött. Na, find Samuels, jó van. Hát megtaláltuk, azt nem értem, hogy most miért nem volt az az egyszerű dolog, hogy szóltam volna neki az előzőből, és hey, itt vagyok, szedjék ki, és akkor kiszedett volna. Nem, ehhez még meg kell csinálnom ötféle kört, hogy eljussak Samuelshoz, na, ez nice. Na, hát ugye mindannyian tudjuk, hogy ilyen helyhez érünk, ahol vannak ennyien, még ha mi az Isten, szobrok is, itt tutira lesz valami esemény. És én nem tudok csinálni ilyen pigránátot. Jó van, semmi. Semmi. De itt ez így nem normális. Szóval ez, itt ezzel tuti, hogy kezdeni fog valamit, kezdeni fogunk valamit. Mert... Ez azért ma... Aha. Jó van. Kurva jó. Hova a faszba menjek? Az meg... Ez durva. Most akkor nem követnek? Jó bölcs. Ha ezek szerint nem követnek, akkor jó van. Vagyis hát... Reméljük, hogy nem fognak követni, de ha csak ennyi van, nem hiszem, hogy ennyi volt. Nem lehet, hogy csak ennyi. Nem, ezek követni fognak. És sem meg tudni, hogy kell kijutni innen. Ez shotgun térkép. Ez nem stimmel. Itt biztos, hogy valami nem stimmel.
Hú. Túl sok dolgot találunk itt. Az az igazság. És... és ez sosem jó. Mindent kikutatunk, mert ebből akció lesz, hogy fognak jönni ezek az androidok, és fognak jönni, és kész. Alá biztos. Na jó van, én összem mentek egyet, mielőtt akció lesz, és akció után, mert akció előtt találkozunk, mentés után találkozunk.